Ő itt pusztító. Azon robotok egyike, aki a Móricz Zsigmond általános iskola robot bemutatójára érkezett a Bánki Donát szakgimnázium néhány tanulójával együtt, annak érdekében, hogy a móricos kisdiákoknak megmutassák, milyen lehetőségeket rejt magában a kódolás. Ezt a robotot igazából most hétfőn bontottuk ki a dobozból. Hát igazából délutánonként csináltuk, néha órák helyett. És hát mindketten csináltuk az építést, meg a programozást is. Ez pedig már Csík Milán robotja. A bánkis tanuló a programozás nehézségeiről is beszélt. Hát ezt én programoztam ezt a robotot. Hát megcsináltam már egy programkóddal a gyárjával. Aztán lett egy olyan 2-3 napba, és most egy Java programnyelven újraírtam az egészet. És jelenleg éppen azt szeretném egy kicsit majd továbbfejleszteni, mert még nem annyira érzékeli. Annyit tud, hogy van ez a távirányító, és ezt a távirányító követi a robot. A móriczosoknak szóló robot bemutató nem számított újdonságnak, hiszen az elmúlt 2 hét az intézmény falai között a kódolás jegyében zajlott, annál is inkább, hiszen az iskola a korábbi évekhez hasonlóan idén is csatlakozott az EU Code Week országos programsorozathoz. Nagyon sokféle kódolási lehetőséggel ismerkedtek meg a gyerekek, alsóban a robotméhecske segítségével kódoltak több órán is, illetve a binári számokkal ismerkedtek, felsőben pedig Scratchben kódoltak, illetve folyamatábrákkal kódoltak verset a felsősök magyar órákon, illetve énekórán is előkerült a kódolás. Azt gondolom, hogy nagyon érdeklődőek voltak a gyerekek, pozitívan tekintettek a feladatra, és talán jó élményeket szereztek ezzel kapcsolatosan. Többen mondták, hogy már továbbfejlesztették mindazt, amit az órán készítettünk közösen, úgyhogy én pozitívan tudom értékelni ezt a 2 hetes rendezvényünket. A kódolás hetének célja, hogy a gyerekek amellett, hogy megismerkedjenek az informatika világának lehetőségeivel, a kódolás révén logikai képességeiket is fejlesszék.